Egyre nagyobb a forgalom Pécsen, a Siklósi úton. A pécsi köztemető is itt található. Már sokan meglátogatták elhunyt szeretteiket, vagy éppen sírjukat teszik rendbe. Az iskolaőrök közül többen vállalták, hogy a szünidő miatt felszabadult idejükben segítenek ebben az időszakban. Jelenlétükkel és odafigyelésükkel, ha valaki esetleg rosszul lesz, időben tudnak segítséget hívni. De a parkolóban lévő autók nyitva maradt ablakaira is felhívják az autós figyelmét. A nagy forgalom miatt sokszor szükség van rendőri irányításra is. Hasznos dolgokra hívja fel a figyelmet dr. Gáborné Kiffer Krisztina, a pécsi rendőrkapitányság rendőr alezredese, aki azt is elmondta, hogy ez időtájt kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a megemlékezés mindenki számára méltó legyen. Kollégáimmal, illetve a társszervekkel együttműködve az ünnep nyugalmát veszélyeztető jogsértések megelőzésére törekszünk. Ilyenkor a köztemető környezetében jelentősen megnövekszik a gyalogos és járműforgalom, ezért fokozottan figyeljünk egymásra és értékeinkre. A közlekedés során legyünk körültekintőek, az elsőbségi szabályokat tartsuk be, figyelmetlenül ne lépjünk az úttestre, értékeinket ne hagyjuk őrizetlenül, járművünket parkolás követően zárjuk be. A Minden Szentek és a Halottak napja közelettével egyre nagyobb a forgalom, a sietés miatt pedig a figyelmetlenség is. Előfordulhat, hogy valaki, amíg a szerettei sírját gondozza, nem figyel annyira táskájára, és már is megtörténhet a baj. A temetői tolvajok sajnos résen vannak. Ha segítségre szorul, keresse a helyszínen lévő kollégáimat, vagy kérjen segítséget a 112-es segélykérő telefonszámon. A rendőrei és már az iskola őrök is Pécsen és Baranya vármegyében is bűnmegelőzés céljával járják a temetőket és környéküket. A pécsi rendőrkapitányság és a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrei fokozott figyelmet fordítanak a kegyeleti időszakban a közbiztonságra.